kerékpáros ruházat helyes megválasztása lenne a téma. El akartam állni azt úgy elmondani, szép környezet. De minek, hogyha lehet menet közben így nem használunk el fölösleges időt az edzés elől a pofázásra. Inkább nem megyünk olyan gyorsan, úgyis lihegünk duma közben. Szóval 17 fok van, illetve annyi volt, amikor elindultam, és lehet, hogy melegedett pár fokot, mert kisütött a nap. A helyes ruházat 17 fokban nekem bejött egy szemfutó nadrág. Ez a, látszik a márka, a Decathlonos. Azt hiszem a közepes minőség az 500-as. A téli változata. Szóval ez egy téli hosszújú. Fölül meg annak a párja, a téli hosszújú, ráadásul rikító színű, úgyhogy mehetsz közúton. Felső nincs alatta semmi, csak zsír, majd elfogy. Ez így 17 fokban oké. Okay. A kesztyű azért kell, ez a kukás kesztyű, régen röhögtem rajt. De hogyha eltakarsz, akkor is jó, meg a tenyér izzadásnál. Jobban meg tudod fogni a kormányt, talán nem takarsz el annyiszor. Egy kávizokni. És nekem csóróság miatt csak egy SPD cipőm van. Az ilyen tavaszias. Nem egy igazi nyári, de szép kacsák. Nem egy igazi nyári papucsos bebújós, hanem ez a nagyon szellős. Ez most pont ebben a 17 fokban ideális. Télen kicsit kevés lesz, akkor majd dupla zokni, meg kamásli, ha lesz rá lóvé, ha nem, akkor csinálok kamásnit én. Azt majd megoldjuk téli. Retek zoknit húzunk föl az SPD-nél kivágva, ahogy a patentnél. De most az lényegtelen, 17 fokban tehát. Egy téli futógatya, egy téli hosszújú, sisak kötelező, nem a bohóc kinézet miatt, hanem hogy ne halljunk meg, holnap is tudjunk edzeni, ha eltakarunk. Egy perecelés nem számít, mert nem az a lényeg, hogy elestél, hanem hogy hogy kelsz föl. Ebbe segít a sisak. A szemüveg sem a majomkodás miatt van rajtam, bármilyen hihetetlen, hanem hogy lássak. Mert ugye elég sok dzsuva röcsög a pofánkba, bogarak, darazsak. És az nagyon hasznos tud lenni. Egyébként a kerékpáros szemüveg választásánál körülbelül 5000 forinttól vannak már értelmes szemüvegek, mint ez is rajta. Ehhez van ez a... Semmit nem sötét, azaz úgymond víztiszta lencse, meg van egy 3-as sötétségű nap védős is. És itt a víztiszta is, nem egy sima plexi, hanem igenis UV védelem, mert ellátott. Ez látszik, hogyha ránézünk oldalról, szép kékes színeződést ad neki. Szóval nem egy sima kínai vagy a román piacos szemüveget kéne választani, mert abban megvakultok. Azt hiszem ennyi. Tekerjünk!